hétfő hajnala kevés lány talál az ágyban, mégis a legények frissebbek. Már csak a népszokásokban él az ősi idők elfeledett emléke. Akkoriban az új évet a tavaszi rüzsfakadástól számították. Azért locsolkodtak új év napján, hogy a lányok egész évben frissek, egészségesek legyenek. Hogy a 10 órás harangszó után csak szagos vízzel öntözhetik a lányokat. Mire megkondul a nagy harang, ünneplőben kell várni a vendégeket. Már gáláns udvariaskodással folytatódik a locsolkodás. A lányok a tavasz szimbólumát, az első virágokat és termékenységet jelképező piros tojást ajándékoznak a legényeknek, azután megvendégelik őket. Jó termésre mennyegzőre kocintanak.